Köszöntöm nézőinket, a Puskás Magazin márciusi adását látják. Műsorunkban megemlékezünk arról, hogy 90 éves lenne a keresztapa, aki nemrég posztumus sportemberdíjat kapott a Magyar Olimpiai Bizottságtól. Beszámolunk U17-es válogatottunk sikeréről is, amelynek három akadémistánk is tevékeny részese volt. 11 év után jutottak ki az EB-re. Ott voltunk akadémistáink túlélő táborában, és megnéztük, hogyan állták ki a próbákat. Akadémiai szalonunk vendége ezúttal Gyurta Dániel volt. Puskás Ferenc születésének 90. és akadémián keresztelőjének 10. évfordulójára emlékezünk április 1-én. A jeles napon utánpótlás tornát rendezünk a legfiatalabb korosztálynak. 10 éve, 2007. április 1-je óta viseli akadémiánk Puskás Ferenc nevét. A Puskás Akadémia alapjait azon szellemi építkezés váltotta ki, amely szerint teljes embereket kell nevelni, akik ráadásul kiválóan futballoznak. Így kezdődött el az építkezés éppen Puskás Ferenc születésének 80. évfordulóján. Névadónk, az aranycsapat kapitánya Kispesten töltötte magyarországi pályafutását, ahol 349 mérkőzésen 358 gólt szerzett, 5-ször nyert magyar bajnoki címet. Az 1956-os forradalom miatt nem tért haza, 2 éves eltiltását követően a Real Madrid játékosa lett, amellyel 6-szor nyert spanyol bajnokságot, 1-szer spanyol kupát és 3-szor a bajnokcsapatok Európa kupáját is elhódította. Máig is megdönthetetlen rekordnak számít az 1960-as begdöntőben lőtt 4 gólja a Frankfurt ellen a 7-3-ra megnyert mérkőzésen. Madridból származik a Pancho becenév is. Pályafutása során 533 meccsen 511 gólt szerzett. A Nemzetközi Labdarúgás Történeti és Statisztikai Szövetség az évszázad gól királyának hirdette ki. Puskás a legendás aranycsapattal olimpiai bajnok lett 1952-ben, 2 évvel később pedig ezüstérmes a svájci világbajnokságon. A Nemzeti 11-ben 85 meccsen 84-szer volt eredményes, amely világrekord. Edzőként dolgozott többek között Spanyolországban, Görögországban, ahol 1971-ben a begdöntőbe vezényelte a Panathinaikost, Chilében és Ausztráliában. 1991-ben tért haza végleg Magyarországra, ahol szövetségi kapitányként dolgozott tovább. A nemzet sportolója a Nemzetközi Olimpiai Bizottság olimpiai érdemrendjének ezüstfokozatával tüntette ki. A FIFA 2009 óta minden évben Puskás díjjal jutalmazza az év gólját. A világ egyik legismertebb magyar embere, aki bárhol megfordult, mindig népszerű volt a szurkolók körében. Őszinte, közvetlen, vidám természetével emberek millióinak szívébe lopta be magát. Egy legenda, egy példakép. 2006. november 17-én halt meg. A budapesti Szent István Bazilikában nyugszik, a sírhelye nemzetközi zarándokhely. A 6 éve alakult Puskás Intézet vásárolta fel a családtól a Puskás hagyatékot és rengeteg olyan relikviát, amely gyűjtőknél volt. Ez a folyamat még nem fejeződött be, hiszen gazdag pályafutásának emlékei a legváratlanabb helyeken bukkannak fel. Az intézet kiállítást szervezett már Madridban, Athénban, Manchesterben, Erdély több városában és itthon is. Idén áprilisban Aradon, májusban Nagyváradon követhetik nyomon az érdeklődők Puskás Ferenc életét, pályafutását. Makovec Imre Kossuth-díjas építész tervei alapján épült fel a 21. századi fatető szerkezetes stadion, a Pancho Arena, de az ő rajzaiból épült meg a kollégium, a kiszolgáló részleg, minden, ami itt felcsúton a Puskás Akadémián belül látható. A Puskás Akadémia FC 2012-ben alakult meg, amikor a klub visszavette az MB2-es indulás jogát a Videotontól. A nyugati csoportban remekül szerepelt az együttes, nagy fölénnyel lett első és bejutott az MB1-be. Az élvonalban 3 szezont töltött a csapat, amely az idei esztendőben újra nagy eséllyel pályázik az első osztályú tagságra. A Puskás Akadémia már válogatott játékosokkal is büszkélkedhet, a korábbi növendékek közül a jelenleg Lengyelországban játszó Gyurcsó Ádám mutatkozott be elsőként felnőtt címeres mezben, ráadásul 2012. júniusában a csehek elleni idegenbeli meccsen ő szerezte a győztes gólt. Később további akadémiai neveltek, így Klenhensler László, majd az olasz Palermóba szerződő Sallai Roland is magára ölthette a nemzeti együttes mezét. Az Európa-bajnoki pótselejtezőn fontos gólszerző Klenhensler tagja volt a franciaországi kontinensviadalon szereplő magyar válogatottnak is. Utánpótlás játékosaink nagy számban találhatóak meg minden korosztályos válogatottban. Az akadémia folyamatosan megújuló szervezeti keretek között dolgozik.
Jelenleg több mint 100 fiatal lakik a kollégiumban, akik amellett, hogy itt edzenek, itt tanulnak, nevelkednek, és természetesen emberileg is formálódnak. Így a tanulás mellett az idegen nyelvek erősítése, a társadalmi beilleszkedés alapvető normáinak megismerése, így a teljes emberré válás azon cél, amelyet az akadémia, mintegy 300 dolgozója, a konyhától a szertárig, a kollégiumi nevelőktől, a műszaki szakemberekig is segít. Öcsi bácsi születésének 90. évfordulóján április 1-én a névadásra is emlékezve nemzetközi U12-es tornát rendezünk, amelyre kiváló csapatok kaptak meghívást. A 8 csapatos viadal résztvevői a DAC, a Nyitra, a Spartak Trnava, a Vojvodina, az Eszék, a Slovan Bratislava, a Budapest Honvéd és a Puskás Akadémia csapata. Kanta Szabolcs vezetőedző együttese legutóbb a Mózner János emléktornán diadalmaskodott, ahol akadémistánkat, Szabari Rolandot a torna legjobb játékosának választották. Akadémiánk névadója, Puskás Ferenc kapta a Magyar Olimpiai Bizottság posztumusz különdíját. Akadémiánk névadója, Puskás Ferenc kapta a Magyar Olimpiai Bizottság sportember posztumusz különdíját. Az elismerést Balogh Balázs, a Puskás Akadémia kommunikációs igazgatója vehette át Borkai Zsolttól, a MOB elnökétől. Mondhatom azt bátran, hogy a legismertebb magyar, hiszen Puskás Ferencet mindenhol a világban ismerik, és fantasztikus teljesítményével, magatartásával kivívta nem csak a magyar emberek tiszteletét, hanem szerte a világon, és én úgy gondolom, hogy emlékét őrizni kell folyamatosan, nem utolsó sorban pedig örömteli dolog az, hogy Felcsúton az ő nevét fémjelezve működik egy akadémia, és remélhetően talán ez a díj is lehet egy biztatás abba az irányba, hogy a fiatalok közül minél több Puskás jön majd az elkövetkezendő időszakba, és minél több labdarúgóra lehetünk majd büszkék. Még komolyabb nyitás a labdarúgás irányába, hiszen ne felejtsük el, hogy az olimpiának ugyanúgy sportága a labdarúgás, és bízom benne, hogy az elkövetkezendő időszakban, ha majd a Magyar Olimpiai Csapat valamelyik olimpiára utazik, akkor labdarúgók is, azaz a labdarúgó csapattal együtt tehetjük majd meg ezt. Ehhez kívánok természetesen sok erőt és nagyon komoly sikereket a labdarúgó szövetségnek, a magyar labdarúgásnak, és természetesen a magyar embereknek, akik a labdarúgást nagyon-nagyon szeretik. Volt-e valamilyen személyes élménye, találkozása a Puskás Ferenccel, amelyet most meg szeretne osztani? Maga a találkozás, hogy találkoztam vele, az egy óriási élmény volt, hiszen akkor hazatérve Magyarországra nagyon-nagyon rövid időn belül találkozhattam vele, és jó volt vele beszélgetni. Az az egészség, az a labdarúgás szeretete sugárzott belőle. Ugyanakkor pedig persze sajnálatos eseményként, de azért nagyon fontos dolog volt az, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság is részesévé tudta tenni azt a szomorú eseményt, amikor az ő temetése volt, együtt a labdarúgó szövetséggel és a magyar állammal. Elment közülünk, de hát az emléke az folyamatosan fenn van, és így a Magyar Olimpiai Bizottság is igyekszik az ő emlékét megőrizni, és az utókor számára azokat a nagy tetteket, fantasztikus viselkedését, az eredményét pedig áttörökíteni, és megmutatni a fiatalság számára. Ez a mostani kitüntetés hogyan illeszkedik az eddigi elismerések közé? Az embert én nagy betűkkel mondanám, mert hogy akárhol járunk a világban, és találkozunk bármikor egykori játékostársaival, rajongóival, mindig kiemelik, hogy Puskás Ferenc nem csak kiváló labdarúgó volt, aki mindent megnyert, hanem nagyon-nagyon nagy ember is volt, hiszen amikor például a forradalom után sokan elmentek hozzá, segítette őket anyagilag, de az elkövetkezendő években is, és mindig hangoztatta, hogy honnan indult, nem felejtette el. A játékostársai is úgy emlékeznek rá, hogy egy vidám, életvidám ember volt, aki a vicceket nagyon szerette, bolondozott a társaival, és meg tudott maradni tényleg szó szerint embernek. A jövő generációi is fognak majd emlékezni Puskás Ferencre úgy, ahogy például a mai felnőttek? Ez a mi felelősségünk, hiszen éppen azért alapították a Puskás Intézetet, hogy a megvásárolt relikviákat méltó módon gondozza, kezelje, kiállításokra hordja. Ezt meg is tettük, több helyen volt már külföldön, Magyarországon is, most éppen egy erdélyi körútra indulunk majd el, de egy múzeum építése is folyamatban van, és akkor majd ott állandó kiállításképpen nem csak Puskás Ferencé, hanem az aranycsapaté és még sok egyéb kiváló játékosnak a relikviáit megtekintheti a nagy érdemű, mert hogy Magyarországon ez egy hiánypótló dolog lesz, és ezt vállalta fel annak idején a Puskás Akadémia. U17-es válogatottunk 11 év után jutott ki ismét a kontinens viadalra, és ebben három puskás növendéknek nem kis szerepe van. Három akadémistán közreműködésével kijutott az Európa-bajnokságra a magyar csapat, miután Telkiben az elitkör selejtezőjén a 4-es csoport élén végzett. 11 éves böjtöt szakított meg ezzel az U17-es válogatott.
A Puskás Akadémiát Ásványi Balázs, Major Gergő és Timári Norman képviselte. A mieink Izrael, Oroszország és Norvégia korosztályos legjobbjai ellen léptek pályára. Az első meccsen Izrael volt az ellenfél. A kékmezesek gyorsak és labdabiztosak voltak, de erőnlétben felülmúltuk őket. Az utolsó negyed órában beszorítottuk őket a kapujuk elé, de egy ártatlannak tűnő helyzetből egy bedobást követően rosszul helyezkedtünk, emiatt Izrael nyerte a mérkőzést 1-0-ra. A bosszantó vereség okairól akadémistáinkat kérdeztük. Szerintem egyértelműen nem érdemeltünk vereséget, végig küzdöttünk, együtt volt a csapat. Egy ilyen hülye, hogy mondjam, védekezési hibából kaptunk egy gólt, bedobás után nem rendeződtünk rendesen vissza, eltolódtunk. Hát ilyen a foci. Most nem nekünk volt szerencsénk, de szerintem nem lesz probléma, összeszedjük magunkat, és a következő két mérkőzést megnyerjük, és ott leszünk az EB-n. Ez egy nagyon rossz mérkőzés volt számunkra, de ugye még van két mérkőzés, ezt meg kell nyerni, és akkor tovább mehetünk a csoportba. Oroszország ellen muszáj volt nyerni. A Hidegkúti stadionban az volt a tét, hogy megmaradnak-e a horvátországi EB álmok. A mérkőzés elején az oroszok szereztek vezetést, aztán jött Ásványi Balázs, majd Szoboszlai Dominik, mégpedig kétszer. A mérkőzés 73. percében ő harcolt ki egy szabadrúgást, amit mesteri módon helyezett a vendégek kapujába. Majd néhány perccel később ismét ő volt eredményes, a csapatkapitány ezúttal a jobb felsőbe csavart. Én tudtam, hogy azt a lövést ki kell védelem, nincs mese, hogyha nem védtem volna ki, akkor valószínűleg, hogy nem nyerünk. Én ezt éreztem, hogy benne van a meccsben a győzelem, és hála Isten, érzésem valóra vált, és megnyertük a mérkőzést. Nagyon örülök, hogy pályára léphettem ezen a találkozón. Történtek, amik történtek, a következő meccset behúzzuk, és akkor kimegyünk az EB-n. A fiúk pedig megtartották, amit ígértek. Ásványi Balázs ismét remek formában védett, a 70. percben egy hatalmas bravúrt mutatott be. Szoboszlai Dominik pedig az utolsó pillanatban Horvátországig lőtte a magyar fiatalokat. Az Izrael utáni vereségnél azt gondoltuk, hogy hú, mi lesz most az oroszok és a norvégok ellen, mind a két meccset behúztátok. Sikerült mind a kettőt megnyernünk, nagyon örülünk neki, megtettünk mind a kettő meccsért mindent, és az utolsókért kell küzdeni, ez mutatja. Nekem ez jól jött ki, két szabadrugást is sikerült értékesítenem, és a mai meccsen pedig egy visszagújított labdát. Mi lesz, hogy a következő meccsen most már készülnek rád, és kapsz egy külön őrzőt? Hát, akkor is normálisan kell csinálnom a dolgomat, ugyanígy, még ha ott van rajtam, akkor is. Ez az érzés, ami most bennem, és mondhatom a csapattársaimban is bennem, ez elmondhatatlan tényleg. Ez egy óriási érzés. Nem tudok mit mondani, nem találok szavakat. Miben voltunk jobbak? Csapatban. Egyértelműen csapatban, játékban, mindenben jobbak voltunk. Fantasztikus érzés kijutni egy Európa-bajnokságra, hihetetlen volt ezt a meccset átélni. Szerintem egy nagyon jó csapatunk van, úgyhogy meg fogjuk tudni állni a helyünket az Európa-bajnokságon, én nem érnem le magunkat. Mindenki ellen meg tudjuk mutatni, hogy mire vagyunk képesek egy jó játékkal, szerintem bárkit le tudunk győzni. Nagyon büszke vagyok a csapatra, hogy együtt voltunk egész végig, szerintem ez nagyon nagy erőt hozott nekünk, hogy együtt voltunk. Nagyon izgultam az egész meccsen, hogy sikerüljön legalább egy gólt rúgnunk, hogy behúzzuk ezt a meccset és kijussunk az EB-re. De valahol biztos voltál benne te is, hogy sikerülni fog? Hát az elején reménykedtem benne, de a vége fele már biztos voltam benne, hogy meg tudjuk szerezni az egy gólt és sikerült. Korábban hangoztatták, hogy voltak hangok, hogy ez a csapat nem úgy játszik, ez egy kiemelt korosztály, ez a 2000-es és mégsem. Verjük 2-3-4-0 az ellenfeleinket. Hát ez azért is lehet, mert ugye nem a Fókavadászok ellen játszottunk, hanem már a selejtező sorozatban is Hollandiát, a Dánia is benne volt a csoportunkban, illetve most ebben az elitkörben már ugye Izrael, Oroszország, Norvégia még egy kategóriával följebb sorolható alakulatok, úgyhogy azt gondolom, hogy a mutatott kép, amit produkáltak a srácok, amit együtt dolgoztunk, ezt meg tudták valósítani, elhitték önbizalommal, hittel is, ez a legfontosabb számomra, illetve még egy plusz az az, hogy erőlétben bedaráltuk mind a három ellenfelünket. Az Európa-bajnokság döntőjét Horvátországban május 3-a és 19-e között rendezik meg. Évek óta különleges kiképzést kapnak focistáink a téli szünetben. Egy túlélő tábor kínjait kell kiállniuk. Jelentem, túlélték.
19 tetrekész fiatalember egy furcsa járművet próbál átjuttatni az előtte tornyosuló akadályokon. Egy feladat a sok közül, amely a Puskás Akadémia U16-os csapatát várta a budakeszi határában berendezett túlélő táborban. Akadémiánkon régi hagyomány, hogy tanulóink egy hosszú hétvégét töltenek el a Buda környéki hegyekben, idén az U16-os különítmény küzdött meg az elemekkel. A fiatalok első feladatként a málhaszállító járgány megalkotását kapták a táborvezetőitől. A lényeg az volt, hogy ez 3 napon át velünk lesz, és minden cuccukat viszi, és hát egyfajta utánfutóként fog funkcionálni, amit úgy gondolom elég jól sikerült kiviteleznünk. Ha látszik rajta, szerintem tökéletes a tartása, a kerekek is jól megvannak, egy igazi erőgép lett. Próbáltuk róla úgy, hogy hátul legyen ugye kicsit a súlypontja, illetve hogy legyen egyfajta magasság itt az oldalában, hogy azért mégse legyen valami a mélység, hogy oda be tudjuk tenni a dolgokat. Illetve törekedtünk arra, hogy minél könnyebb legyen, azért meg gondoltuk, hogy majd néha emelgetni is kell. A járgány jól vizsgázott, bírta a gyűrődést, de a fiatalokra sem lehetett panasz. A mocsáron való átkelést például alaposan túl teljesítette a brigád. A megadott szintidő alatt 8-an is átjutottak a lápon, pedig az átkelésnél sok dologra kellett ügyelni. Elsősorban, hogy a lábad ne érjen bele a vízbe, tehát följebb kellett emelni. A másik, ami nagyon fontos, ugye a karabinereket jól beakasztani a hevederbe, és a kibeszállásoknál kicsit segíteni, rájönni a technikájára, mert viszonylag nehéz. A csapat nem csupán a mocsárban teljesített remekül, a tábor vezetője szerint a megmérettetés egészén kitűnőre vizsgáztak a fiatalok, akik még plusz feladatot is vállaltak. Nem is egész napról beszélünk, hanem itt 2,5-3 napról beszélünk, és ez való igaz, hogy maga a feladat az nem tűnik nehéznek, de mint ahogy most mögöttünk is megy ez az egyszerű feladat, hogy rekeszépítés, de mi megtanítottuk őket, hogy hogyan kell egymást biztosítaniuk, hogyan kell egymást fölöltöztetni a biztosító hevederbe, és így azért lelkileg is van rajtuk egy teher, és egymást végig kell nézniük, koncentrálniuk kell, így azért sok lesz a nap végére. Sajnos leborult közben itt a 10-es láda. A tűzőrzést meg kérték egyébként. Úgy van, hogy ez mindig csak egy éjszaka a tűzőrzés, de most ők megkérdezték, hogy ugye lesz ma éjszaka is tűzőrzés, megmondtuk, hogy természetesen igen. A csapategység erősítése kiválóan sikerült a 3 nap során, egy igazi közösségként gyűrte le az akadályokat U16-os együttesünk. Nagyon jól érezzük magunkat. Nagyszerű alkalom arra, hogy tényleg összekovácsolódjon a csapat. Nyilván tudjuk, hogy ez egy közhely, de számunkra ez most egy nagyon fontos feladat, és úgy gondolom, hogy ebből mindenki kiveszi a részét. Akadémiai szalonunk vendége ezúttal Gyurta Dániel volt. Labdarúgóink meg annyi kérdéssel bombázták az olimpiai bajnokot. A 2012-es londoni olimpián 200 méter mellúszásban aranyérmes Gyurta Dániel az akadémiai esték keretében látogatott el Felcsútra. A kiváló sportolót rengeteg növendékünk várta, Gyurta Dániel pedig láthatóan remekül érezte magát a kérdések sokaságával készülő fiatal labdarúgók körében. Nagyon jól éreztem magam, megmondom őszintén, és hát az elején igen, kicsit aggódtam, hogy lesznek kérdések, hogy mennyire lesznek aktívak a fiúk itt a beszélgetés során, de hát igazából nagyon jó érzés volt, hogy tényleg ami bennük volt, ezt megkérdezték, én remélhetőleg kielégítő választottam mindenki számára, úgyhogy én örülök annak, hogy itt lehettem. Egy futballakadémián tett látogatás kapcsán adódott a kérdés, egy olimpiai bajnok úszó hogyan kapcsolódik a labdarúgáshoz? Szigorúan nézőként, de viszont azt nagyon-nagyon szeretem.
Azt nem mondom, hogy minden hétvégén foci meccseket nézek, mert az nem lenne igaz, de azért a Bajnokok Ligáját, Európa Ligát, a Premier Ligát azt azért figyelemmel követem, és hát nyilvánvalóan egy EBVB, meg hát aztán az meg tervezetes. Gyurta Dániel azt is elárulta, hogy kedvenc csapata a Premier League-ből kerül ki. A Manchester City az, akit én nagyon-nagyon régóta szeretek, és hát még a Gianfranco Zola idejével visszagondolva igazából Chelsea is volt, de kacérkodott a gondolata, hogy tényleg át fog menni majd a Cityhez, és hát igazából én nagyon szurkoltam, hogy átmenjen, mert nekem akkor az a csapat is nagyon-nagyon közel állt hozzám, és hát aztán végül is nem jött össze a váltás, ugye, Zolának, de hát én akkor is nagyon-nagyon szerettem már a Cityt, és hát most meg aztán Aguirre-t meg még inkább. London bajnok a kisgyermekként természetesen maga is rúgta a bőrt, profi sportolóként azonban a sérülés veszély miatt már nem láthatjuk focipályán. A fiatal koromban még azért nagyjából én is focizgattam, mint minden kisgyerek, de aztán ez így egyre jobban, ahogy komolyodott az úszás, egyre jobban ez így lemorzsolódott. Hát nem tudom. Biztos vagyok benne, hogy a mentalitásomból kifolyólag azért egyetemen csatár, de hát ezt nagyon nehéz lenne most így megmondani. Gyurta Dánielt természetesen nem csak a focival kapcsolatban faggatták ki a Puskás Akadémia növendékei. Olimpiai bajnokunk elárulta, az idei esztendőben a budapesti világbajnokság megnyerése a fő célkitűzés. Véleménye szerint a 200 mell élmezőnye ma nagyon kiegyenlített. Akár 6-7 úszó is jó eséllyel pályázhat az aranyéremre, közöttük az aznapi forma dönthet majd. Akadémiánk dolgozói a napi feladatok elvégzése után maguk is gyakran öltenek mezt, és komoly meccseken szórják a gólokat. Kameránkkal egy izgalmas rangadóra látogattunk el, melyen pályagondnokaink a kollégium éttermének dolgozóival csaptak össze. Igen, igyekszünk kiszolgálni a lelkes nézőserget, a pompomlányokat, igyekszünk jó hangulatot teremteni, nem az eredmény a fontos igazából, hanem hogy a szurkolóinknak eleget tegyünk. Ha megvették már egyet, akkor élvezik a mérkőzést. A meccsen több világsztárt is köszönthettünk a pályán. Hát kérem szépen, itt van hetesben Ángel Di Maria, magyarországi képviselője, illetve hát az ellenfelet annyira nem is, mert Ján Kollerre talán emlékezhetünk még a régi dortmundi időszakból, illetve hát a kapusuk is ismerős lehet, Király Gábornak az öccse, hasban hasonlít rá talán. Többieket így név szerint még nem mondanám, meccs végén majd, amikor a góllövő listát VIP játékosokat hirdetik, akkor megismerik őket majd részletesebben is. A különleges meccs különleges szabályokkal került megrendezésre. Civilben a Pancsó Aréna gondnokaként dolgozó játékvezető, Szőlősi Pál, rendhagyó lapokkal készült a szabályok betartása érdekében. Mutassuk meg azt a lapot, azért párszor villant az alap, pontosan mi szerepel rajta, nézzük meg. A lapon szerepel az öt guggolás, és van öt guggolás a sárga lapon, és van a rózsaszín, amit az előbb rosszul mutattam, ezen meg 10 fekvő támasz. Akkor egy kis testedzés is belefér itt a meccsem, még a futáson. Igen. Kellett alkalmazni sokat az első fél időben? Nem kellett sokat alkalmazni, vigyáznak a fiúk egymás. A találkozó eredménye ezúttal másodlagos volt. Annyit azért elárulunk, a gólok közel azonos arányban potyogtak. Folytatás hamarosan, hiszen egy kiélezett rangadó nem ér semmit egy izgalmas visszavágó nélkül. Mai adásunkba ennyi fért. A jövő hónapban beszámolunk az aradi Puskás kiállításról, szó lesz a 10. Puskás Suzuki kupáról, és összeállítást nézhetnek meg a Puskás 10 tornáról is. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Viszlát!